A képeken az 1900-as években virágzó, szexádi csörgető látható, amely a két világháború között élt a fénykorát. Ekkor rendszeres buszjáratok vitték ki az embereket ide, hűsgő közösségi élet jellemezte a strandot. A következő évtizedekben hanyatlás következett, volt, hogy a tó ki is száradt. A 90-es években aztán jött a rockfesztivál. Az önkormányzat nemrég kitakarította a partot és környékét, így a most kilátogatók leginkább kirándulni, pihenni járnak ide. Szoktunk, két hete voltunk kint utoljára, meg most jöttünk ki, egész nyugodt, csendes, jó a víz, meg hogy meg lehet közelíteni. Igazából mi szeretjük, csak sokszor van, hogy putérkodnak itt, és azért néha járunk ki a gyerekekkel. Bizony a csörgető a nudisták kedvelt helyszínének számított régen, és az emberek elmondása szerint ez még ma is jellemző. Ezt akkoriban is szigorúan büntették, erről mesélt korábban Töttös Gábor, helytörténész, a Szexár vidéke kiadvány 1885-ös írását idézve. A csörgetőben a ruhátlan szabad fürdést gerendai szolgabíró a legszigorúbban betiltotta, a tilalom ellen vétők 8 napi elzárással büntettetnek. Ezeken a felvételeken pedig már az 1999-es Forenszky Robert által rendezett Csörgetavi Rockfesztivál dokumentumfilm képei láthatóak. A fesztivál 90-es években rendkívül népszerű volt a rockerek körében. A 2010-es években próbálkoztak ennek újraélesztésével, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. Ihász Géza még az aranykorban vett részt ezeken a rendezvényeken. Hó, hát nagy élmény volt, hát úgy most már nem nagyon emlékszek koncert, ugye ez már 30 valány éve volt. Amikor én utoljára voltam itt. Jó élet, ott szerettük. Nem csak a szexárdiak, szerintem az országos szinten szerették, tudták, hogy ez így működik, és jó működött. Máté Péter szexárdi önkormányzati képviselő kérdésünkre korábban elmondta, jelenleg a tóvíze kiváló minőségű, céljuk, hogy a területet minél inkább alkalmassá tegyék a kirándulók számára. Jelenleg azért nem elég rendezett a környezet, ezen mindenképp szeretnénk változtatni. A biztonság érdekében és a illegális hulladéklerakók ellen viszont kamerát telepítünk, a kameratelepítésnek a beszerzése folyamatban van. A képviselő szerint a tó manapság inkább kiránduló helyként szolgál, mintsem egy olyan területként, ahol a jövőben rendezvényeket tartanának.